Hello! Sziasztok! Itt vagyunk újra, hiszen vasárnap van és fél nyolc, szóval egész pontosan ráadásul. És hát élő adás, mint ahogy ezt csinálni szoktuk, mind a ketten ilyen borzasztó álmosok vagyunk, ezt megbeszéltük, vagy csak én beszéltem meg magammal? Te nem vagy álmos? Ez most mire volt jó? Ezt nem tudtam be volna kapcsolva a mikrofon. Ja, már be van, gondoltam. Be van. Szia Ferenc, szia sziasztok. Olivier, sziasztok! Mi Obsidon? Már az elején itt van velünk. Hello Obsi! Ismét, deja vu van itt, van Obsi. Sziasztok! Lassan, nem, mindig a közepére, ugye Obsi mindig postán megy a közepére, jön, aztán megy tovább, és mindig utólag nézzük meg. Hát, rejtomás. No, hát az a helyzet, hogy igen, ti sztárok, sziasztok, ezt meg kell mutatnom mindenkinek, mert ilyen sose lesz többet. Jó le. Ugyanis tudod? Bemutattuk a videóklipünket, ugye pénzt, na, van is ki a vizet a monitorra, meg a töltőben, nem érdekes. Nem borunk ki a sör. A sör. Szóval pénteken 18 órakor debütált itt a YouTube csatornánkon a videóklipünk. Számomra meglepő módon 1100 megtekintés felett van. Én azt mondtam, hogy ilyen 200-nál megáll. Hát vagy, itt már megfog, de... Vagy 15 000. Vagy de ott még nem jár. Ott még nem jár a klip. Hát... Gyerekek, tessék mindenkinek továbbítani a videót. A megosztásokat természetesen köszönjük. Ha megosztjátok a videóklipünket, az undorító szerelmeset, annak mi nagyon örülünk. Ketten azt mondták, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire kamu. Ketten azt mondták, hogy elküldik Dancsó Péternek elemzésre. Hát ha ő ha csak szétfikázza is megdobja a csatornát, úgy gondolom. Hát figyelj, 1 200 000 feliratkozóval rendelkezik a srác. Az a lényeg, hogy vegyenek minket a szájukra. Hallod, hogyha miközben nézi a monitoron és közben összefossa a monitort, leköpködi, lehányja, meg még leborítja sósabban, nekem az is jó. Tehát én megelégszek ezzel a dologgal. Eddig nem volt netem, mert elköltöztem, de már van, csak most meg a barátom, és hamarosan nézzük a Dámert, de addig is itt. Imádunk, örülünk neked. Ez egy nagyon romantikus filmnézésnek ígérkezik egyébként. Friss a kapcsolat, Obsi. Egyébként Dahmernél is azért hamar megnyíltak az emberek, gyakorlatilag egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolatot tudott kialakítani a áldozataival, tényleg nyitottak voltak mindenre. Tényleg csak a belsőjét nézte. Szikére. A belső értékeket vette csak figyelembe. Így van. Na, de hát jó, Dámer nézést egyébként. Meglepő módon a Dámeres adásunk is ahhoz képest, hogy egyébként a blogra kiraktam, nem rakta ki az index, de így is az is 1100 megtekintés felett van, ami nálunk, tehát tudom, hogy most dobálózunk ezekkel a baszott nagy számokkal, de nálunk ez ilyen 190-200 az átlag, tehát ahhoz képest ez úgy látom, hogy érdekelt mindenkit, aminek tökre örülök, mert egyébként egy tök jó sorozat, és ti is nézzétek, mert tényleg jó. Egy éves múlt, de imádjuk eddig ezt a sorozatot. Egy éves múlt, a kapcsolat. Ez itt rendőrségi ügy lehet, vigyázz. Kine rakd a csodót. Nyugtass meg, hogy csak a kapcsolat egy éves. Akkor valaki, hány éves a kapcsolatot? 8. Amúgy már előre megnéztem a Dámeres adásatokat. Figyelj, nagy spoilert nem csináltunk, mert hogy megtörtént az esemény. Hát élőben megy. Ahogy? A Dámerest, a múlt hetit. Értem, de hát előre hogy tudtam megnézni Obszi a múlt heti adásunkat? Ja, hogy már az élő előtt? Ilyen premier előtti vetítés. Ez a tehetség, gyerekek, így van. Igen, vannak benfentesek egyébként a csatornán. Így van, akik az élő adást... Mi se tudtunk. Lesz majd, hogy ezzel felakozó megvan, lehet csinálni csatornatagságot, a tagok az élő adás előtt megnézhetik az adást. Na, az kemény lenne. Az, hogy azt, hogy csináljuk meg. Jaj, Peti, ezek a poénok. Péter. Ugye, ezt tudom 35 éve, ne haragudj, ez valószínűleg nem fog változni. Hát, ha egyszer már bejön mi? Igen. No. Hogy rohadjál meg te meg. Igen, rajta vagyok, 43. éve már. No, hát köszönjük szépen mindenkinek, aki megnézte, aki kommentelt, aki lájkolta, és aki diszlájkolt, annak is egyébként meglepő módon csak 3 diszlájk van rajta, én azt hittem legalább annyi lesz, mint lájk. Aha, tudom, a klippen. Nem látom. Tehát még arra sem értották, már hogy legalább azt megnyomják. Már a klipet nem láttam. Ja, értem. No, hát amúgy csak Pepének kívánunk jobbulást, vagy hát elvileg már jobban van, de lebetegedett a család, azért is van most itt Peti velem ma ismét, hiszen ma most Pepe jött volna, csak ma már felvetette, hogy jönne, de aztán abban maradtunk, hogy inkább mégsem, mert ne legyünk betegek, ha nem muszáj. De innen is jobbulást kívánunk, ha még vannak maradvány betegségek. Ma folytatjuk ezt a vonalat, nem a Dámeren megyünk tovább, hanem ugye a múltkor egy kicsit elidőztünk a Dámeres témán, viszont a sorozatgyilkosos filmek még azért mindig adnak egy adásnyi lehetőséget, úgy gondolom, hiszen nagyon sok fiktív, illetve nagyon sok megtörtént esemény inspirálta. De legalábbis az alapjait tartalmazza. De legalább az alapjait mindenki, hát az alapjait majdnem mindenki egyébként azért így, hogyha utána olvasol. Igen, haltak meg emberek. Haltak meg emberek gyilkosok által, tehát nagyjából innen indul mindegyik, sőt, volt, aki többet megöltettől sorozat.
és így jön össze ez a szókapcsolat, volt, hogy egy kis nyelvtanóra is legyen a mai adás. És amit pont, elején, pont most olvastam, ugye, hogyha már itt tartunk, volt olyan sorozatgyilkos, aki 37 embert ölt meg, saját bevallása szerint, ebből 8-at tudtak rá bizonyítani, amiből 2 túléltetett. Ezt nem tudom feldolgozni. Megölt embereket, amiből 2 túléltek. És ezeket be is azonosították, így elképzelték, igen, hogy bemennek a rendőrös, hogy elnézést, én vagyok az, akit megölt. De nagyon fájt, de nagyon. Meg voltam halva, bazd meg. Tudod, hogy szúródott itt a nevek? Állat. Na. Egy hétig nem tudtam utána rendesen székelni. Székletni. Ha vannak ilyen filmek, amik eszetekbe jutnak, lehetnek ezek slasher, horror filmek, ugye nyilván az a sorozatgyilkosos téma, melegágya, vagy akár thrillerek, nem mondom, vagy akár ilyen thrillerek, vagy bármi, ami ezt a témát lefedi, nyugodtan írjátok a cseten nekünk, hogyha vannak ilyen kedvencek, vagy pedig ha nem élőben nézed, akkor ide a komment szekcióba, persze miután feliratkoztál a csatornára, és köszönjük az új feliratkozóknak is, a klip hozott szerencsére. No, pedig én, akkor vágjunk is a lovak, vagy csapjunk a lovak közé, vágjunk bele, mint ahogy ez Jeffrey Dahmer és társai is tették az áldozataikkal. Neked vannak-e ilyen filmek, akár horror műfajban, akár esetleg ilyen jobban sikerült ilyen pszichotriller tekintetben, amikre ráhúzható a sorozatgyilkosos jelző? Nincsenek. Akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma este. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra, ez egy ilyen rövidített változat. Na, de akkor. Hogyne. Hát, én is szeretem az ilyeneket egyébként most... Hát nem is tudom, ugye ilyen konkrét tematikát azért nem beszéltünk meg az adás előszenével, hogy akkor, hogy milyen sorrendben megyünk tovább. Most rában nem is nagyon szoktuk. Bocsánat, lehet egy kis takony került az órámra, de... Összetűszentetted az órámra? Hát nem kizárt valami. Mindegy, nem számít. Nem menjünk bele. Nyar le te. Gyakorlatilag indulhatunk, én azt gondolom, a tipikus Anthony Hopkins által alakított karakterrel, mondjuk akár itt a Hannibalra gondolok. Hannibal Lecter egyébként, ez egy érdekes vonal. Abszolút az, mert az ráadásul ők ötvöznek ott több sorozatgyilkos, tehát valódi sorozatgyilkosoknak ugye a technikáit, ha lehet technikának hívni. Technika. Tehát technikáit. Onnan inspirálódtak, onnan. Hát igen. Tehát, hogy onnan merített az ihletet gyakorlatilag a költő. A költő. Aki aztán megköltötte ezt az egészet. Úgy boncolgatta ki ezt a dolgot. Ó. És neki nem szólsz, ugye? Tehát csak nekem a szar poénum. Legalább én röhögtem saját mondat. Figyelj, Hannibalt egyébként, én azt nagyon szerettem. Én Hannibal vörös sárkány bárányok hallgatnak vonalat, és nem ebben a sorrendben van, azt hiszem, hanem pont fordított sorrendben, de most ebbe szia Zsolt, szia. Hello Zsolt. Balka Zsoltot köszöntjük sok szeretettel, ismét itt a csatornán. Igen, egyébként, hát nyilván azt tudjuk, hogy a film nem fedi a kronológiai sorrendet a megjelenés sorrendjével, hiszen ugye először a bárányok hallgatnak volt. Illetve nem, mert a Manhunt volt az első ilyen film, ami nem Hannibal filmnek készült, hanem valaki feldolgozta annól a vörös sárkányt. De az úgy maradt is ott, és utána ugye, amit már tényleg a Hannibal szekció részeként ugye a bárányok hallgatnak volt az első, emlékszem is rá, még amikor ment a paparos analóg HBO, amire elő lehetett fizetni ugye a televízió szolgáltatóknál, unokatesóméknál szilvesztereztünk, és az HBO-nak volt egy ilyen szokása, hogy éjféli meglepetés film. És hát úgy meglepődtünk, mert konkrétan egy héttel előtte bemutatták a bárányok hallgatnak, én akkor láttam először, hát mondjuk ez látszik a jellememben, voltam vagy 10x éves, akkor már ilyeneket néztünk, és nekem akkor is nagyon tetszett, nagyon megfogott ugye, Anthony Hopkins, hogy akkor még azért, akkor sem volt már nagyon fiatal, de azért ő ízig-vérig színész. Már akkor is zseniális színész volt. Akkor is zseni volt, ugye Judy Fosterként, ugye Judy Foster is főszereplője volt, ő még azért akkor egy... Judy Foster, elnézést kívánunk, ha véletlen nézi a műsort. Foster akkor... is azt mondom, most emiatt nem indul meg a csatornán, komolyan. Szóval nagyon-nagyon tetszett, és ugye csak a kronológiát nézve, ugye utána jött a Hannibal film, ami amúgy ennek az előzménye, ha jól tudom, és jött a Vörös Sárkány, ami amúgy ennek az utózmánya, és jött a Hannibal Rising, ami az egésznek az előzménye. Igen. Tehát volt itt egy kis kavar, illetve volt egy zseniális két évaros sorozat. Na, azt nem láttam. Az nagyon beteg, ugye Mikkelsen. Igen. Mikkelsen. Itt
ide lehet tölteni. A főszereplő, hát én ott ismertem meg azt a színészt. Nagyon beteg, nagyon jó a sorozat egyébként, bár a második évad azt szerintem már laposodik egy kicsit, de fú, nagyon durva. Arra lehet három évad a sor, már én láttam. Nem tudom, én azt nem láttam, sőt nem is nagyon tudtam, hogy van egyébként valahogy elkerült el figyelmet ez a Hannibálos sorozat volna, de magát egyébként a trilógia plusz egyet, a kvadrológiát. A négy részes trilógiát. Igen. A kvadrológiát. Azt láttam egyébként, és azt szerintem zseniálisan királyú hozzá, és ugye mint sorozatgyilkos, mint kannibál gyakorlatilag, ugye, mert hogy ő fogyasztott az áldozataiból, tehát így ő van, igen, egész úri módon. Abszolút. Tehát nem is az, hát ez a tipikus brit arisztokrata, igen. Ugye, ahogy a Sir Anthony Hopkins ő. Sir Hannibal Lecter. Igen. Itt belógat érdemnézt. Igen? Most nem. Most megint igen. Most megint nem. Meg akartam mutatni érdemet. Ezek a filmtekintésre. És én azt gondolom, hogy nálam a legelső, amivel találkoztam ilyen sorozatgyilkos filmek, az a Hannibal kvadrológia volt. Igen, mert ugye ott gyakorlatilag ugye volt a bárányok hallgatnak, ugye ott konkrétan tényleg volt egy idegbeteg csávó, aki ilyen nagyobb darab nőket ejtett áldozatul, és akkor annak a bőreiből csinált ruhát. Magyar ilyesmire emlékszem, igen. Illetve ugye valami befolyásos embernek a lányát ejtette fogjul, ugye neki a kiszabadítására indul el ugye a filmbe a cselekmény, akit egy gödörben tart, ugye? Ja, igen. És akkor ott... Én arra az előző részre nem emlékszem, de... Akkor levágja a rendőr arcát és a sajátjára teszi, az nagyon belé mégett. Szóval hát annak volt ez a tipikus jelent, amit egyébként a Family Guy is kiparodizált, ez a megdugom magam, amikor eldugja a farkát, izék is kiparodizálták, ugye Jay és Néma Bob. Az egyik valamelyik filmnek a végén, amikor Jay ott táncol, ugyanúgy a farkát elnyomja a két combja közé, és ugyanúgy pucéron táncol, és megdugom magam, és meg ugye ez a Bárányok Hallgatnakban volt az egyik jelenet. Ez nekem teljesen hát pont a lényeg, ezek a legszebb jelenetek a filmben, ezek a legművészibbek. És ugye ez egy jellegzetes volt, hogy a Jodie Foster által alakított rendőr, vagy FBI ügynök, bocsánat, ne rendőrözzünk, FBI ügynök, és konkrétan ő jár be ehhez a Hannibalhoz, aki már ugye a Hannibal című film következménye után ő már be van zárva, egy elkülönített magáncellába. A maszkot mondjuk nem értjük, hogy miért van rajta, mert ugye tipikus kép ugye Hannibal ábrázolásában. Mert megeszi az áldozat, ne harapjon meg senkit. Hát de... Ne. Mi? Tehát az úgy, hogy ott rajta van egyébként azon a kis, nem is tudom, hogy milyen tepsőre ott rá van szíjazva, gyakorlatilag 12 darab szíja, és még ráadásul a fej is le van szíjazva, és rátették azt a maszkot, hogy ne tudjon megharapni. Ő ennyire nem volt elvetemült állat egyébként. Hát azért, amikor a Bárányok Hallgatnakban kiszabadulott, azért viszonylag elvetemült volt. Mert ott konkrétan meg is történnek a bajok. Hát, oké, okay, jó, most ez nyilván más, kellett egy dramaturgiai ismertetőjegy, hát nyilván hogy azért, hogy ábrázolják hát mondani, hogy Hannibal ebben a maszkban. Ikonnál vált. Tényleg, mint a Connerben Steve Buscemi. Fegyenciálat. Rajta is volt maszk. Uh-huh. Ja, de hát mert ő tényleg megharapta. Hát de Hannibal nem harapta, meg ő megette. Ő megette, megharapta, megette. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Igen. És ugye akkor gyakorlatilag Hannibal segít, nem jut eszembe a karakter neve, segítsetek már, aki Jodie Foster alakít később, vagy korábban meg Helen Hunt, segítenek a srácok, segítenek? És megmondják nekem, hogy hívták a karaktert. És Osztilodnak úgy is van internet. Clarice, köszönöm. Tehát Clarice ugye bemegy a börtönbe, segítséget kér Hannibaltól, de ugye megy ez a pingpongozás, ez az adok-kapok, hogy nyilván nagyon intelligens, nagyon nagy IQ, abszolút. És akkor kicsit forgatja a csajt. Iszonyat jó, nagyon jó tényleg, és akkor mindig kap egy kis nyomot, hogy na, hogy juthat el hozzá, mert hogy kiderül, hogy ők leveleznek, tehát Hannibal Lecter és a gyilkos leveleznek. Én ezt olyan régen láttam, bocs, hogy közben, elnézést, hogy közben vágok. Olyan volt, köszönöm szépen a lárpullátnak, onnan nyúltam. Tehát, hogy én annyira régen láttam, hogy ezek a jelenetek már most nekem nem nagyon vannak, nekem konkrét jelenetek vannak, meg tudom, amikor lóg kint a házfalán, és ugye beleklógnak belőle, mert egyébként le lett vágva az alja. Az embernek, tehát hogy nekem ezek a részletek maradtak finomabb, meg. Finomabb művészi. Az, hogy most Jodie Foster játszotta benne, hallott a kutyát nem érdekel. Néha így, nem volt egy kikameója, maradjunk ennyibe. És akkor gyakorlatilag most nem megyünk bele a cselekménybe, megoldódik az ügy, viszont Hannibal is kiszabadul, ugye, és
üldözőbe veszi azt a rendőrt, aki neki nem volt szimpatikus viszonylag, és ezzel van vége a filmnek. Ugye utána megkaptuk a Hannibal című filmet, ami az egésznek az előzménye, ott gyakorlatilag bemutatja a munkásságát. A munkásságát, így van, illetve az az ellenfél, aki, tudod, akinek le volt, a Gary Oldman által alakított, megint nem jut eszembe a karakter neve, ugye a kerekesszékes, aki, akit végén a disznókkal megetett. Steve Hawkins. Nem egészen. És ugye utána megjött a Vörös Sárkány, egyébként meg Ralph Fiennes zseniális játékával, pontosan, aminek ugye már volt egy eredeti filmje, és gyakorlatilag majdnem ugyanazt kaptuk meg egy remake-ben. Ez a Manhunt, valami ilyesmi volt az eredeti cím, az Embervadász, ez volt az eredeti film, és annak gyakorlatilag a feldolgozását kaptuk meg a Vörös Sárkányként, zseniális szereposztásban. És utána, amikor ez a trilógia ugye véget ért, akkor gondoltak egyet, és csináltak egy Hannibal Rising, ugye, ahol bemutatják, hogy honnan is van ez a kannibál késztetése, mert hogy a húgát ugye a katonák megették a háborúban, megfőzték, és így maradtak életben a katonák, hogy megették a húgát, és gyakorlatilag ez a film arról szól, hogy ő ezeket a katonákat vadásza le. Tehát egy ilyen köpök a sírodra. Nagyjából, igen. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a köpök a sírodra, egyenként levadásztuk azt, aki beszólt. Meg, aki... De erre azért kellett egy jó pár évet várni, hogy ide eljussunk, ugye, hogy ezt megtudjuk, hogy honnan is ez az egész. Mert addig azt hitted, hogy ő egy rendkívül művel, de mégis borult ember. Egyébként meg, mint ahogy Dahmernél is, ugye visszavezettük a gyerekkorra. Aha. Valahol, és most látom, itt közben ki is lakom, hogy megy a srácok között a diskurzus, ugye a Jeffrey Dahmerről, egyébként még mindig megőrülnek a cseten Jeffrey Dahmerért. Zsolti, elkezdtük, már beszívott minket, az már baj, ha a Jeffrey Dahmer beszívott titeket, az 17 embernek nem végződött, jó? Tuti, végignézzük, én nagyon szeretem a beteg, de igényes sorozatok, amit a Dahmer is annak bizonyul. Így van, nagyon jó lesz, ne adjátok fel, minden percet megér, elég részletesen bemutatja a cselekményt. Ugye a múltkori adásban ugye ezt ki is részleteztük, hogy mik azok, amik egy kicsit azért el lettek túlozva, mik azok, amik dramaturgiailag egy kicsit meg lettek változtatva, de alapvetően egyébként a sorozatgyilkosos filmek között például ott van a Kannibál című film, amit egyébként észbe tartottam, ami nem a Hannibal, hanem ugyanaz K-val. Igen. Tehát a Kannibál, és ebben viszont Jeremy Renner alakítja magát Jeffrey Dahmert, ugye, aki a később a Show Jones mellett a Marvelbe, hogyha sokan így esetleg jobban ismerik. Ugye ez kimondottan csak egy ilyen film, tehát egy ilyen gyorsan darált téma, de ez a sorozat 10 részen keresztül tényleg a gyerekkor, az áldozatait bemutatja, van benne egy kis, múltkor is úgy fogalmaztam, hogy simogató, de tudjuk, hogy milyen simogató, hogy nyilván a fekete közösségnek is legyen benne egy olyan rész, ami biztos, hogy tetszeni fog, illetve a meleg közösségre is rávilágít egy kicsit, mert ugye Jeffrey Dahmer áldozatai melegek voltak, meg hát illetve ő maga főként, is. Hát ő maga is, meg hát főként. Bocs, spoiler. Bocs, Opszil. Bocs, most Opszil előttük a poént. Fog ölni embereket. Valaki leiratkozott. Ja, nem akartam. Opszil, itt vagy még. Lesz majd a Titanic kibeszélünk, ott nem spoilerezzük el. Elsőjel a hajón tényleg, tehát ez most olyan, hogy nem mondjátok már el, mi lesz a vége. Á, amúgy, ha már itt vagyunk, és egy pillanatra még el tudunk időzni, mert szerintem belefér. Bőnyel. Mikor hazamentem a múlt heti adás után, ugye akkor kezdődött a nem is tudom, Dúra, vagy valaki írta, hogy a Discovery DI-on, vagy mi a franc csatornán, ugye írta. Lesz a dokumentum film. Leila írta. Aha. És tényleg így volt. És mikor hazamentem, ment. És én nem is tudtam, hogy van ilyen csatornán, és én most se tudom. Én sem tudtam, hogy van ilyen csatorna, de van. Amúgy mondom, hogy digis vagyok, és van. Fizettem. Miért lenne? Egyébként elmondanám, hogy már fenn van a Netflixen a Jeffrey Dahmer dokumentum is. Most már 7-én volt a premier, el is felejtettem. Aha, lesz mit este nézni. De szerintem pont azt adták le. Nem, mindegy, és nem, ez más. Igen? És mondta egyébként a kedves feleségem is, hogy telébe tök jó hozzák egyébként a sorozatot, a dokumentum. Tehát vagy a dokumentumfilmet forgatták a sorozatból, vagy fordítva, vagy, de... Vagy már ott szóltak neki, hogy majd ebből csinálnánk később egy dokumentumfilmet, abban úgy szeretném megoldani, tehát ha lehetne, művész úr. Ne dobjátok már el. Az első rész meg volt, nyugi. Igen. Abban van a televíziós jelent, amiben csináltam a videóklip premiért, tudod, amikor bekapcsolja a Jeffrey Dahmer a tévét, és megy a szerelmem irántad végtelen kezdetű. Most már szerintem himnusznak. Az nem Chuck Norris volt. Utána jött a Chuck Norris, de volt Jeffrey Dahmer. Tényleg, az is. Igen, tehát nézzétek, tényleg nagyon jó sorozat, nekem nagyon adta. Kicsit még nyilván a klasszikusoknál elkezdtük Hannibal. Oké, meg vagyunk Hannibállal, de azért ne felejtsük el, és most itt foglaljuk össze nagyon gyorsan a slasher movie-t, amiknek nagy része erre épült. Ugye kezdjük a texasi láncfűrészes, ami azért egy elég régi,
kb. 443 részt megért, és feldolgozást megért sorozat? És az, mondhatod, és szerintem egyik se rontott rajta. De én egyszer kaptam egy képet, és egyszer megnéztem kronológiailag, hogy a filmek hogy következtek, és én ezt így végig is daráltam. Nyilván vannak olyanok, amik az egyik, a másik a remake-je, amúgy a remake folytatásának a remake-jének a nem remake-je. Tehát egy kicsit így gabajodik, de egyébként szerintem mindegyik rész a maga nemében szórakoztató. Mert nekem jobban bejön, mint a Halloween például. De ott már én azt gondolom, hogy csak rendezés van. Hát a Halloween az egy szar. Nem, pedig abból elcsinálni kell majd egy maraton nekem, mert amúgy biztos jó, mert most az új rész állítok nagyon állat, és ez... Uh-huh. Tomi mondta, hogy az a harmadik rész, tehát ha megnézem az eredeti Halloween, meg a nem régi folytatását, meg az új részt, az elég, de egyébként van még 48 másik Halloween, ami a remake-remake-ének a... amit előzménye, ugyanaz, mint itt a Texasinál, de a Texasinál hogy élveztem az összes részt. Hát lehet, hogy olyan volt a cast, meg lehet, hogy olyan volt a... Az de Viggo Mortensen az benne volt, mikor a motorosnak eltekeri a fejét. Még nem halt meg. De és most? Most nézd meg. Igen, azért az baszó volt, igen. Tehát a Texas Nashville részes is egyébként mindig jönnek, hogy megtörtént esemény azért. Az is csak annyiból történt meg, hogy tényleg volt akkor is ott valaki egy sorozatgyilkos, és ennyi. Minden más fiktív rajta. Nyilván próbálták ott a Texas Nashville részesbe érzékeltetni, akkor még nagyon menő módon, hogy eredeti felvételeket tartalmaz, azt belágtak egy ilyet, hogy a rendőrök találtak egy hullát. Hannibal Holocaustnál volt ugye ez a nagy hype, hogy konkrétan most nem sorozatgyilkosos, bár ők is sorozatgyilkosok valahol, mert azért jól laktak a stábból, hogy ugye elmentünk felkutatni a kannibálokat, és elkapták a stábot, és eredeti felvételeket tartalmaz a film, ezzel letették nagyon sokáig, olyannyira, hogy a bíróságra be kellett vinni a színészeket, hogy bebizonyítsák, hogy élnek, mert konkrétan már a bíróság nem akarta elhinni, mert valaki feljelentette őket, valamelyik színész, hogy ez már nem emberi, és be kellett hívni a színészeket, hogy itt vagyunk, amúgy élünk, nem ettek meg a kannibálok. Ez csak egy dolgot fűznék hozzá, le. Hogy Amerika. Hát a betegség. Tehát ne lepődjük. Csak ott próbálták elhitetni, tényleg, mondjuk tényleg visszamarasztalták a filmet, mert viszont az állatdarabolások azok valódiak benne, és ugye már akkor sem értékelték ezt nagyon. Sőt, hát a Jeffrey Dahmernél konkrétan külön állatvédő felügyelet volt, hogy a kukacokat meg hát a hernyókat nem lehetett megölni, bazd meg benne. Hát már a bulep kell, ez bazd meg. Pillangó, köcsög. Jó, hát én is mondjuk valapvetően... Aztán meg jön a pillangó hatás. Akkor jó film. Alapvetően én is állatvédő vagyok, tehát én minden szempontból benne vagyok. Kevesen ismerik, még kevesebben szereti, de nekem a Pinhead Hellraiser kedvenc sorozatgyilkos. Pepe nagyon szereti, ebben biztos vagyok, mert tudom, hogy Pepe beszélt róla. Szégyen, nem szégyen, mindig rá akartam magam szárni, hogy egyáltalán megtudjam, hogy mi ez a Hellraiser, mert ez egy klasszik, ezt aláírom. Sőt, most jön is egy új feldolgozása, és talán egy nő játsza benne a főszerepet, de ez megint a PC téma, de ettől függetlenül nem ismerem magát az alaptörténetet. Pepének nagy kedvence, azt tudom, de én még nem vágom, viszont ki fogom kölcsönözni, akartam mondani, Pepét. És a Hellraiser-t is biztos, hogy nézni fogom, mert nagyon nagy klasszikus, tényleg. Én nem... Biztos, hogy nagyon jó Zsolti, egyelőre én erről nem tudok beszélni. Ugye hát ilyen nagy klasszikusok, még hogyha most nézzük, ugye a Texas Nashville részes után a slasherbe jött ugye a Jason vonal, a Péntek 13-mal, ugye az is megért egy nagyon sok részt. Hát a tizedik rész volt az űrhajón játszódó, teljesen reális, realisztikus rész. Én ezeket már nem láttam, tehát én a legeslegelsőt azt láttam, nem, azt úgy látni láttam, csak úgy, hogy a Freddy vs. Jason után néztem meg. A Freddy vs. Jason az már nagyon a 100 000. rész. Gyerekek! Hát, hogy is fogalmazzak? Ugye, egyébként én röhögtem sokat rajta. Érdemes megnézni, szintén a Netflixen van egy ilyen sorozat, ami klasszikusoknak a ilyen verkijelek, hogy készült. Ugye most beszélnek róla, hogy akkoriban én voltam a zeneszerző, én írtam a forgatókönyvet, és hogy milyen élmény volt, mik készítettek, és konkrétan a Péntek 13 is, a Halloween is benne van ebben, sőt, még talán a Rémálom az elmúlt számban is. És tök jó dolgokat lehet megtudni, hogy egyáltalán akkor mi volt az az inger küszöb. Nyilván ezekkel, amit nem beszéltünk is az adás előtt, hogy ezek tök jók, és ezért félek egyébként a Hellraiser-től is, hogyha ezt mai szemmel nézem, meg nem biztos, hogy oda basz. Majd meglátjuk, mert én mindenképpen... Arra nem tudom, hogy egy ilyen szegeccsel kivert fejű valami van a borítóján. Ja, várjám, ez egy Slipknot borító volt, amit láttál akkor. De biztos, hogy nagyon jó. Mindenképpen megér egy misét, de lássuk be, most megnézni egy Halloween-t, egy igazi 70-es évekből filmet, megnézni egy Péntek 13 eredetét. Volt egyébként egy ilyen Jared Padalet kis feldolgozás. Hát az a Péntek 13-nak volt a remake-je, nem remake, reboot inkább, az már inkább reboot volt. Rettenetes. Az, fos. Pedig Sam Winchester. Ah, jön a Winchesters.
Ja, láttam, láttam, bezony, láttam. Bezony, bezony. Na, kíváncsi leszek, hogy elbasszák a biztos, nyilván. Mondjam meg, el. El. Szóval egyébként nagyon jó volt az alapkoncepció. Mi volt, ugye, kemping, ugye ez mindig ez a tópark, Crystal Lake, ugye. És a kempingben mennyire jó, ott dugnak, átfúrjuk őket. Azért létező tó, amúgy a Crystal Lake? Szerintem igen. Mert hogy biztos, hogy nem mennék amúgy. Hát igen. Ettől függetlenül, hogy film, de... Hát ott azért meglékeltek egy pár embert, azért így óvatosan magyar szóviccel, angolosítva jelve a dologgal. Egyébként maga az alapkoncepció szerintem oda abban a korban nagyon jó volt. Szerintem akkor az akkori ingerküszöbhöz szerintem az elég volt nem. Ahhoz, hogy ne merjenek a moziból hazamenni az akkori fiatalok. Persze. Én úgy gondolom. De meg jó tehát, egyébként. Amit elkezdtél mondani, hogy beszéltük itt az adás előtt, ugye, hogy az baj, hogy én nagyon sokat ezek közül nem láttam. Miért nem láttam? Akkor, mert amikor ezek mert a filmek kijöttek, nem néztem meg egész konkrétan. Így van, mert akkor még kint voltunk focizni. Akkor még volt életünk, és, igen. Igen. Jaj, te. És ez igen. Szia Petra, igen. Így van, rátérünk, igazad, rá fogunk térni mindenképpen, mert nekem az vissza is hozta azt a feelinget, bizony, és nagyon jól visszahozta. Ezt én is akartam vezetni. És imádom az American Horror Story-t, milyen, és American Horror Story-t is tessenek nézni. Második évadnájának. Az baj, hogy most meg már nem szeretném megnézni, mert biztos, hogy nem adnám azt az élményt. Gagyi, és most már nyilván Gagyi. Szar. Nem bírom végül egyszerűen, mert egy... Akkor elég volt az, hogy van egy fő ellenség, most legyen az Jason, legyen az Stephen. Michael Myers, legyen az Freddy Krueger, bőven elég volt ahhoz, hogy megy, öl, vágunk, jaj, dugunk, átszúrták őket, tovább megy, elég volt. Hát, itt is basztak, ott is basztak, de most már nem elég, nyilván. Ezek a filmek meg ezt hozták részeken keresztül, de tényleg nagyon sok részeken keresztül ezt hozták. Ugye a Jason X ugye volt az űrhajón, ott egy kicsit próbáltak már más koncepciót belevinni, kedvenc jelentem, amikor a csajt belenyomja a folyékony nitrogénbe, azt lefagyasztja, és szétveri, nagyon gusztusos jelentet, jó, tetszett a csaj amúgy, már addig, amíg meg nem fagyott, de... Mertem remélni, hogy ez... És utána meg már keverték, jöttek ezek a Freddy versus Jason, ami egyébként nem volt olyan rossz film. Nem, mondom, én nagyon érdekes koncepció nem volt, hogy ugye Freddy használta fel Jason-t arra, hogy az emberek megint féljenek, hogy ő vissza tudjon megint jönni az álmokba, csak aztán rájöttek, hogy két dudás egy csárdában, és ott már egymás ellen fordultak. Egy tök jó ötlet volt, és szerintem nem volt olyan gagyi. Egymás ellen fordították őket igazából. Hát ez volt a koncepciója a dolognak, de nem volt az olyan gagyi, mint amennyire mondják. Nekem az pont tetszett egyébként. Mi ezt nem is azt hiszem négyen néztük meg egy ilyen társasággal, és én nagyon sokat nevettem rajta. Ja, úgy tehát igen. Tehát hálózsákkal együtt ütötte addig a kölyöket a fához. Igen. Az nagyon jó volt. És ha már tényleg a klasszikusok, Zsolti válaszolva aranykesztyűt még nem, de egyébként ott van, fel is írtam, mert azt direkt megjegyeztem, mert hogy az nagyon izgalmas lesz. Nem volt időm a héten, nagyon-nagyon őszintén bevallom neked, de mindenképpen fogom. Most sorozatnézés volt, mert utol kellett érnem magam egy pár sorozattal, sőt most elkezdtem a Világok harca sorozatot, mert megtudtam, hogy van ilyen a Disney Plus-on, és tetszik. És? Jó. Nem rossz, teljesen más. Ugyanúgy az HG-vel vonalat dolgozza fel, csak nem úgy, mint a film, tehát nem tripodok vannak, vagyis még nem láttam benne így hét rész alatt, hanem iPodok. Igen, robotkutyákok. Na, de ahogy jó, nekem tetszik a koncepció, illetve ugye az American Horror Story-t is nézem, a She-Hulk-ot is nézem, a sárkány lófasz házat, a trónok harcását. Most ugye elkezdődött a Walking Dead utolsó trimester, már most azt is néztem, a 17. részt szinkronosan életem először a Walking Dead-et. Évad. Soha többet. Nem? Hú, mintha meleg bárba játszódnak meg, de az összes szereplő. Na! Komolyan, mindig menjünk bele. Tehát azt felirattal fogom nézni. Tehát, de az aranykesztyű az mindenképpen, mert a kommentben megtetszett, amit írtál róla, tehát biztos, hogy ez hamarosan. Most eszmélek rá, hogy pont jó. Chiantit. Én nem tudom, mik ezek a szavak. Chiantit viszont, de nem nagy szemű babbal. Segíts, Peti, hogy ez mit jelent. Megbeszéltük. Mi az a Chianti? Mi van benne, bab? Vá. Kulturáltam, buzi vagyok. Egy. Obszidon, mi az a Chianti? Mi van benne, bab? Meg ha igen, hogy került oda? Hát a hadi. Jaj, jó. Oké. Okay. Így most már leesett, köszönöm. Nekem még nem. Az majd nem. Mi az a Chianti? Azt még... Hannibal, igen. De egyszer mindenki rajtunk kívül tudja, hogy miről van szó. Mi megcsináljuk a filmes podcastet.
nem tudtuk, bocsánat. Gyere, gyerekek, most csetesektől kérdezik, hogy ki az, aki ráérne jövő héttől vasárnap este 7 órák? Én adom a stúdiót, adom a technikát, itt a két szék, mi meg én nézzük. Most, ne haragudjatok, én most nagyon nem vagyok meg ezzel. Hogy még hogy egy picit lezárjuk, tehát hogy azt lesört ne kelljen tovább húzni, nagyon ugye még azért ne felejtsük el a Sikolyt, ne felejtsük el ugye Freddy Krügert, akik a klasszikus vonalon mennek, sőt a Sikolyt még nem bírják abba hagyni, mert mindig kihoznak egy új részt, és mindig felesleges kihozni, mindegy. Ugye az is ez a klasszikus slasher téma, megyek, vagy mi volt az a kampókezűs köcsög? Tudom, mit tettél tavaly nyáron? Nem mondjuk el senkinek, előtették, beradották, aztán az meg visszajött lekampózni mindenkit. Kampó, volt a kampó, kéz, az megint már, hogy az arról tesz, hogy jó is nem. Nem. De az újat nem néztem meg. Ja. A régit kezdtem el. Melyiket szeretném? A régit elkezdtem nézni, hogy majd az újat megnézem, de a régi annyira nem tetszett, hogy nem néztem az újat. Szar. Én néztem az újat egyébként, azt láttam, újat, az új kampókezet. Szerintem az kurva jó. Nem unatkoztam rajta. Nem tudok nyilatkozni ez ügyben. Szóval a slasher parádé az megvan. Tehát nyilván sorozatgyilkos szinten, de amit én nagyon szeretek, és ezt szerintem több adásban is már burkoltan azért szerintem így a nagyvilág elé tártam. Kedves egészségedre, a haverom is így kezdte, Isten nyugasztalja. És nekem vannak ezek a thrillerek, ezek a nagyon-nagyon fordulatos, nagyon-nagyon sorozatgyilkosos thrillerek, amiket nagyon szeretek, és ebből is azért lehet mazsolázgatni, és itt is megint klasszikusok, a hetedik, ami nekem mai napig a kedves egészségedre, ez már most kettő, egy húzásod van most már. Adjak zsepit? Vagy az órára teszed ezt is. És ezt a húzás érő adásba kell prezentálnom, vagy ráír a felvétel után? Szóval a hetedik című film, amiről már nagyon sokszor szó esett, ugye az egy klasszikus sorozatgyilkos, és tudsz. Meg az nálunk is egy klasszikus volt, ami hatalmasat ütött, ugyanis volt, ezt elmesélem, jó? Mesélj. Volt egy időszak, amikor, hát akkor még nem volt életünk, vagy már nem volt. Már nem még az átmenet, igen. Amikor már kezdett nem lenni. Azért, hogy én, a mostani feleségem és Szani, ugye, hát majd, hogy nem minden nap néztünk valamilyen filmes sorozatot, ugye, hogy jöttek ki fel a sorozatok szépen, minden. De azt ne felejtsük, hogy két lépcsőházra laktunk egymástól még akkor. Segített sokat egyébként. Viszonylag megoldottuk a programot. Igen, nem kellett buszra várni. És mondták folyamatosan, hogy az hetedik így, hetedik úgy, hetedik amúgy, is mondtam, hogy de én azt nem láttam a hetedik című filmet. Hát azt, hogy a harmadikon laktam, minek mentetek volna a hetedikre? Hát de pontosan, meg rád a főszinten, tehát hogy hol volt ez még. És na, akkor mondja Szani meg ugye, drága nejem, hogy akkor nézzük meg. Petra már látta akkor, ugye? Tehát ő sem hetedik szűzként ült neki, csak te voltál egyedül a... Hát én azt nem tudom, hogy hányszor a szűz volt akkor, de hús megmondod. Most ebben nem menjünk bele. Szerintem jobb is, nekem biztos jobb. És, de hogy ő már látta akkor. Igen, igen. Igen, igen, igen. Ja, az volt az eredeti kérdés, nem tudom, elkanadni. Erre vonatkoztat, hogy a hetedik megnézése tekintetében Petra szűz volt, még akkor, vagy már látta? Ja, elkanadoztam, ne haragudj. Ennyire vonatkozott a kérdés, te egy kicsit túlkombináltad, nem menjünk nem bele kicsit, tovább. Igen, igen. És hogy akkor nézzük meg, és ugye hát nyilván akkor elkezdtük nézni, és van az ominózus állat, amikor a Morgan Freeman elkezd felolvasni ugye a naplójából, vagy a könyvéből, már most az nincs teljesen megerőttem, de egy könyvből olvassa fel a szlogent, hogy mi bábuk vagyunk, mi undorító színpadon táncolunk, de omlatunk tánc, és baszás, semmire nem gondolunk, és nem tudjuk, hogy semmik vagyunk, nem azok, amire szántak minket. Na, mi Petrával egymásra néztünk, Petrával láttam, hogy ott nem volt biztos a kapcsolatban addig a részig. Mert hogy én ezt a Morgan Freemannel mondtam egyszerre. És akkor ő az, aki nem látta ezt a filmet. És esküszöm. Ránéztünk, hogy nemhogy nem láttad, de szó szerint tudjad. Nincs olyan film, amit én szó szerint tudom. A Fűrész egyet 24-szer néztem meg, nem tudom szó szerint. Új, én azével vagyok így, az Amerikába jöttem már. Igen. Vagy azt is tudom, mind a két szinkronnal ráadásul. És ugye hát nyilván akkor így megállított a Szani a filmet, és így néztünk egymásra, hogy... Ja, fasz van. Én tudom, amikor David Tibási kifogja az alanyhalat, hogy így... Most mi legyen? Hogyan tovább? Igen. És hát aztán kiderült, hogy régebben én a Fillerab Jam-et nagyon-nagyon szerettem. Mm. És ugye volt ott egy banda... Hősök volt? Vagy? Nem hősök volt. Biztos, hogy nem fog most eszembe jutni. A hetedik, az Időurainak volt a hetedik című... Burkoltan uralkodál, hogy esetleg lehet közel hozzá. Jó, csak én akkor azt nem tudtam, amikor ezt hallgattam. Nem ez volt a hetedik száma lemeze, hanem ez volt a címe. Nem néztem utána soha. És az a lényeg, hogy ezt egy picit rongyosra hallgattam, ezt az egészet, és akkor ugye hát nyilván, amikor jöttél jelent, akkor én mondtam vele, mert felismertem, és így az volt. Aztán meg kellett mutatni ugye Petrának is, meg Szenének is, hogy... Elhiggyük.
hogy tehát tényleg van egy ilyen dal, és nem én vagyok eső ember, meg nincsen baj, csak van egy dal, amiben be van vágva, így kezdődik. De az rettenet király volt. Tehát az arc, amit akkor Szené és Petra így rám tett, az a tekintet, hogy sok atya ég. Megint volt bennünk. Igen. Veled kapcsolatban. Hát, azóta is így vagyunk. Próbálsz javítani, azóta is igyekszel, látjuk. De egyébként visszatérve a filmre, szerintem az tényleg a magas csúcs ennek a műfajnak. Tehát abszolút. Mindenképpen azért tehát megkaptuk a filmes fordulatot, megkapjuk az okokozatot, tehát nem az van, hogy van valaki, aki öl valakiket, és el kell kapni, hanem ott azért megvan. Nekem nagyon hasonló film volt egyébként, nem tudom, ti láttátok-e Christopher Lambert főszereplésével. A Hegylakó. Nem. Pedig ő is sorozatgyilkos, amúgy csak elmondom. Igen? Hegylakót sose láttam, nem érdekel. Nem. Nekem a Feltámadás című film. Az a Hegylakó második része. Nem? Ez ugyanígy egy sorozat, meg a Gyilkosság lólépésben volt még egyébként szintén egy ilyen sorozatgyilkos klasszikus Christopher Lambertől. A Feltámadás nekem azért tetszett, mert az olyan furcsán ötvözte ezt a dolgot, hogy tudtuk ki a gyilkos, mert a közepén megmutatják, tehát az első fel arról szólt, hogy megtudjuk, hogy ki az, a másik fele meg már arról, hogy üldözik. Mm. Ez egy olyan gyilkos volt, aki embereket úgy ölt meg, hogy az egyiknek levágta a jobb kezét, a másiknak a bal kezét, a harmadiknak a jobb láb, bal láb, egy torzó, és a végén egy csecsemőt akart megölni szívnek, mert össze akart rakni Jézus testét. Tehát ilyen vallásos agybeteg, és ez egy, az, hogy az egyik lábat hogy szedi össze, tehát iszonyat jó fordulatok vannak a filmben, ez is egy 80-as évekbeli, 90-es évekbeli film, Feltámadás, Christopher Lambert, még mindig megállja a helyét, azt gondolom, egy ilyen hetedik szintű dolog, talán nem annyira klasszikus. Ami még érdekes volt ebből a korból a Csontember, ugye az Denzel Washington volt, vagy ott volt a... Hát, de az inkább krimi volt már. Hát, mint... de az is egy sorozatgyilkos, tehát ott Angelina Jolie volt még benne, ugye egy sorozatgyilkost üldöztek szintén. Így van. És... tehát Angelina Jolie volt az eszköze gyakorlatilag a Denzel Washingtonnak, aki ugye ágyhoz volt kötve gyakorlatilag. Volt kötve, már nem úgy, hogy kötött, hanem hogy nem tud mozogni. De úgyis talán. De is kötötték. Azt hiszem, igen, volt olyan is. Volt Morgan Freemannek is egy, most annak úgy eszembe a címe, szintén egy ilyen Csontember szintű volt, az A Gyűjtő. A Gyűjtő, na, az is egy hasonló volt. Tehát nagyon sok ilyen klasszikus sorozatgyilkosos volt, amit ráhúztak erre a thriller témára. Na, mondtam, hogy a kutyát nem akarom, hogy benn legyen, de lefeküdt aludni, és azt hittük, hogy végig alussza az adást, nem? Tehát innentől kezdve minden nyilvánkoló hang a kutya. Nem mi, és ez a mikrofon fel is veszi a kutya hangját sajnos. Szemi nyugi, itt van alattunk egy ekkora 3,5 kilós csillavartacskó keverék, mert hogy ő a Szemi. De ha nagyon nyivákol, ki fogom engedni, és akkor ki fog menni, de hát ha nem. A sorozatgyilkosos téma őt is felspanolta, azt kell mondanom. Abszolút, teljesen. Hát, megvan a célközönség. A kutyát már érdekli. Ugye nem mondhatja senki, hogy a kutyát se érdekli, mert itt őt van már legalább az élő bizonyíték, hogy őt érdekli. Vagy kimenne. Vagy nagyon nem. Akkor azért kapalja az ajtót. De nem tudom, tehát ezt neked is mondom, mert ugye nagyon sok értékes skandináv, illetve a hasonló stílusú kincs van egyébként a streaming csatornákon. Ja, ezeket mondtad egy időben, ezeket a koreai, meg... Nem, a skandinávok mi volt a koreai? Koreai a dán koreai. A koreai, svéd, korona, svéd, korona, korea. Tehát el tudok jutni oda. Ugye ezek, amik onnan lettek feldolgozva, ugye a gesztenye ember, ami nagyon jó, egy pár részes sor. Tehát ezek nem ilyen hozzá, ezek mini sorozatok, szintén ilyen sorozatgyilkosos, nyomozós téma. Nagyon-nagyon ajánlom figyelni mindenkinek az East Town-i rejtélyek, ugye az Kate Winslet, vagy a Netflixen van a Fajsza, ugye The Fall, akkor a Clickbait, ami nagyon nagy sorozat, nekem nagyon bejött, ugye az szerintem mai napig a legjobb, és senki nem bírta abba hagyni, tehát amikor, ezt meséltem is, amikor még beszéltünk róla, hogy egyik kolléganőmnek is mondtam, hogy nézzétek meg, jó lesz. Á, most szabadnapos vagyok, ma megnézzünk, vagy két rész, holnap folytatjuk. Mondom, nem, ne tervezz be más, mert nem fog abba adni. És este 9-kor itt állom, most kezdjük az utolsó részt. 9 részes, de az a szétforgatja az agyat, hogy most ki a gyilkos, de mégse az. De... mi ez a Clickbait? Clickbait ez a címe. Azt arra rá kell szállni. Házi feladat. Egy ilyet. Tehát ezek is nagyon jó sorozatgyilkosos alapanyagok. Skandinávok nagyon tudnak egyébként, ugye a tetovált lánytól kezdve. Ugye az... zenén is. Zenélni is tudnak, meg ők nagyon profik ebbe a krimi témában, tehát én azt mondom, hogy ott is érdemes egyébként szétnézni mindenképpen. Hát ott a Sherlock Holmes, ugye? Ott a Sherlock Holmes, de ez most nem nagyon jön ide. Ezt most így el kellett dolgoznom. De most meg fel akar menni az ágyra, és nem tud felmenni. Fel tudsz menni, drága. Az egy kutyával kommunikálni. Az csak egy állapot.
Így van. Ha még vannak ilyen sorozatgyilkosos kincsek, akkor hát azért toljatok. És akkor ugye jön a következő vonal már, ami nem kifejezetten a sorozatgyilkosokat, hanem már ezt a misztik vonalat is egy kicsit belehozza. Gyakorlatilag itt vannak azok, amik megszemélyesítenek különböző tárgyakat, és ugye azok gyilkolnak, tehát a Chucky, az Annabelle, az összes többi, aki még volt. Meg az ilyenek. Igen, mert rengeteg van ezek közül is, és ugye gyakorlatilag csak az, amit most akármi Európában is megkaptunk, de én azt gondolom, hogy itt a távolkeleten biztos, hogy ezer meg egy fajtája van gyakorlatilag ennek az egésznek, és van is kultusza gyakorlatilag így. Sőt, van ilyen film, csak kultusza, van egy ilyen rész. Tényleg. Csak poén. A Chucky-ra egy kicsit rá akarok térni egyébként, hogyha így, hát van, csak tényleg ez a babás téma, ez mondjuk egy halálos ítélet, ugye, ami a halálos hallgatás, ami nagy kedvenc horrorfilm, ugye a fűrész alkotói. Igen. Is, sőt, maga a fűrész sorozat is azért valami sorozatgyilkosos téma. És abban is van baba. Csak mondom, tehát rá tudjuk húzni, bármire rá tudjuk húzni a fűrészt. Tehát a Chucky, nekem az is gyerekkori élmény, mondjuk sok mindent megmagyaráz ismételten. Ugye ott volt a klasszikus három rész, ugye ott megkezdték egy három részes horrorral, ugye az a gyerekjáték néven ment, ugye, Child Play. Ugye egy a misztikus vonal, amit te mondtál, hogy amúgy is egy sorozatgyilkosnak a lelke üldözés közben, amikor a rendőrök üldözik, az utolsó pillanatban egy játékboltban gyakorlatilag felborulnak a babák, és a lelkét átülteti egy ilyen Chucky babába, és úgy gyilkol tovább. A második részben már Andy, akihez kerül a kisfiú, már iskolás, mert ugye neki ki kell szabadulni a babából egy élő emberbe, hogy ott élhessen tovább, és utána akkor Andyt kinézi magának. Nem sikerül a második részben már iskolás, ott se sikerül, a harmadik részben már valami katonai iskolába jár még, ott is próbálkozik Chucky, utána jött egy vakvágány a Chucky, ne bori Chucky. Chucky ivadéka, meg a Chucky menyasszonya, ott egy kicsit elvitték ebbe, hogy szaporodni is tud, gyereke is lett, tehát hagyjuk. Ja. Vonal, nagyon behallatszik a kutya egyébként, mert már most nagyon be kéne olajozni, mert nagyon nyekereg. Egy kis VD40-e meg. Kis VD40-et fújjuk. Az ágyra. Bocsa, ez így élőben így nagyon szexi lehet. De mindegy. De légvédelmi. De hisztériázik. Nagyon hisztizik. Helyezd már be, babám. Kíváncsi vagyok, hogy abba hagyja-e. Nem fogja, amikor sajtta be. Igen. Igen. És végigben hatszott már a Beringer mikrofonnal is, ezzel az ujjal megszerte még jobban, de mindegy. Na mindegy. És konkrétan utána megint jött a Chucky kultusza, ami megint visszakanyarodott az Andy-s vonalra, meg már ott volt benne csaj is. És ahogy írja Farkas Zsolti, van egy sorozat egyébként, amit én megnéztem. Nyilván 15 évesek melegek vannak benne, mert az kell, mert nagyon kell egy Chucky sorozatból, hogy a főszereplő kisfiú meleg legyen, és legyen egy 15 éves másik szerelme, és aki egyébként fekete, mindegy. És egyébként ott nagyon, tehát ahhoz, hogy megértsd a sorozatot, és Zsolti, akkor ezt neked mondom, mert úgy látom, hogy meg akarod majd nézni a sorozatot, meg kell nézni a Chucky kultuszát, és a más, mi volt még a Chucky kultusza, és volt még a Chucky átka. Tehát kurva sok része van a Chucky kultusza, a Chucky átka, visszakanyarodik a sorozat felé, azok a szereplők, volt a kerekes székes csajos rész, amikor ő menekült a házba. Azt hittem a kerekes székes Chucky, mondom most nem, már. Az volt a Chucky átka, és a Chucky kultusza volt ennek a folytatása. Azok a szereplők visszajönnek a sorozatba, tehát mindenképpen a sorozatot érteni akarod, ezeket meg kell nézni előtte. Viszont még amit tudni kell, hogy volt még egy Chucky remake is, ami teljesen elindult előről, és ott viszont nem sorozatgyilkos költözött bele, hanem ott már ilyen AI, mesterséges intelligencia volt Chuckyba, és akkor az egyik dolgozó, akit aznap kirúgtak, kibaszásból átprogramozta az AI-t, hogy gyilkoljon. Kurva jó poén. Tehát nagy különbözőt lett ennek a Chucky. Abszolút, és jó volt amúgy ez, és átrúgott abba nálam legalábbis, hogy annyi bört lehúztunk róla, hogy egyszerűen már nem érdekel. Tehát az első három rész körülbelül láttam, megnéztem, és az összes többi már nem érdekel. Elvileg beerendelték a második évadot is a Chucky sorozatból, tehát ha valaki nem tudta volna, mert egyébként nem volt akkora hype körülötte, van egy Chucky sorozat, ami szintén ugyanaz a karakter, de még egyszer mondom, tehát a Chucky átka és a Chucky kultusza kell hozzá, sőt a Chucky menyasszonya és a Chucky mindegyik rész kell hozzá, mert egyszerűen visszatérő szereplők lesznek, Jennifer, a csaja, akibe kiköltözött csaj, a kerekes székes csaj is vissza fog jönni, tehát, és ezek az első három klasszik részben nincsenek benne, tehát abszolút nem arra köt a sorozat. Nagyon jó példa volt, tényleg köszönjük szépen. Még hirtelen gondolkozok, hogy is sorozatgyilkos tekintetébe, ugye nyilván megint jönnek ezek, akik tényleg valódi megtörtént karaktereket dolgoztak fel, ugye van film a Hasfelmetszőről, ugye így a Pokolból című film,
Ott van ugye a Zac Efronos Ted Bundy-s film, ez a nagyon hülye című, ez igen. A átkozottan veszélyesen bugybúrgyos. Gonoszú, felrúgó, szétrancsírozós. Az is nagyon jó film egyébként, Sheldon. Azt nem látom, de azt meg akarom nézni amúgy. A Jim Patterson. Parsons. Jim Parsons is játszik benne, nyilván nem abban a szerepben, és tök jól áll neki. Nagyon jók ezek a filmek is. Miben? Abba az átkozottú hitvány és blablabla. Abba ott a bíróság, ügyvéd benne, vagy valami ilyesmi, de nagyon komoly. Ott is tudálék akkor. Nem, egyébként a teljesen más karakter is tök jó. Akkor az ilyen megtörtént események, ugye hát nyilván a Jeffrey Dahmerről van több film is, hiszem, hogy 3 vagy 4 film is van. Hát meg vegyültek ezek a Jeffrey Dahmer, az Ed Gein. Ed Gein volt a fő. Az Ed Gein az nagyon sok filmben. Rengetegben, igen. Nyomja, hát többek között a Texasi Nácsfűrészes is Ed Gein. Abszolút, így van, ráépítés volt. Meg hát a Hannibalba is volt Ed Gein. Így van. Ő tényleg ilyen nagy alja ennek a dolognak. Vagy akkor ugye ott volt a John Wayne Dacey, ugye, aki a bohóc gyilkos, akiket ugye a South Park is feldolgozott, az American Horror Story. Nek a hoteles részében, a Jeffrey Dahmer is ott volt. John Wayne Dacey is. Vagy a cirkuszos rész, ugye, ahol a bohócként volt, és ott bohóc volt benne, de az nem... Zseniális. Az mindenki azt mondta, hogy az én vagyok. Aztán dagadt meg nagy fejem. Meg kell nézni, amúgy nézzétek meg. Csak annyira rákeresel, hogy American Horror Story Clown, és nézzétek meg. Az a negyedik évad volt, a Freak Show. Aha. És amit Petra is írt, ugye az 1984 volt a... De te láttad a Zac Efronos... átkozottú, gonoszú, felöklelős. Hát az egy ilyen bírósági motyik a X-polgártárs. Zsolti, köszönöm. Olvastam róla a cikket, nem láttam a filmet, viszont feltettem a listámra azt is, mert ilyen sorozatgyilkosos filmeket mondom, én nagyon szeretem, de tehát kerestem ilyen cikkeket, ezt az X-polgártársat, ezt felhozták. Szerintem sajátom. Citizen X, ugye az eredeti cím. Biztos, hogy nagyon érdekel, de egy kicsit kanyarodjunk már vissza az American Horror Story 1984 című évadjára, ami a nem akarok nagyot hazudni, talán a 8. évad volt. Igen, mert a 9. Kb. Volt az apokalipsz. Nem, az apokalipsz is volt előbb, és utána jött az 1984. Mindegy, vagy a 8. vagy a 9. évad az 1984. És az tipikusan ez a kempingezős, leszurkálós. Az összes klisé, ami létezik a és baszol, jó fordulattal, tehát nagyon jó. De ahhoz képest mégsem az a ős slasher, hanem azért tedd bele modern fordulatokat, meg hát, ugye ez a nem hagyhatod el, ha ott haltál, meg csak ha nem ott haltál, meg akkor meg... Holott retro is, tehát... Közben meg full retro. Igen. Én szerintem az egy zseniális évad lett. Talán a legjobb évad. Nem, mindegyik American Horror Story évad valahol zseni volt, mondjuk az apokalipszist kivéve, és az első két rész volt, utána szerintem azt sikerült úgy elbaszni, hogy el lehet egy sorozatot. Viszont mondom, az American Horror Story-t is érdemes ettől függetlenül megnézni, úgy ott meg részenként kapunk egy új sztorit. Na nekem az teljes egészében kimaradt az American Horror Story. Zsolt, ezt teljes mértékben tudom ajánlani. Nagyon röviden, amit tudni kell róla, ugye ott évadonként kapsz egy sztorit, ugye a sima American Horror Story. Köszönjük Obsidon, érezzük Afrikát, jól van, befogjuk. Nem? Most nem tudom, miért utazik ránk. Nem, Obsidon most kinézett minket. Mert nem mondjuk hozzászokva, nem? Hogy lehet tényleg, az elején is írtam, hogy nem sokáig van. Igen, mert legalább, amikor nem élőben nézi, nem tud ilyet csinálni. Ez van, amikor egész nap én vagy egész végig itt van. Tessék. Köszönjük. Kértük, megkaptuk. De az American Horror Story tényleg, tehát annyit kell tudni, hogy először az ilyen klisésebb témak, tehát a gyilkosház, a boszorkányok, a diliház, a freak show, ugye volt a szektás, az is nagyon, ez nem volt annyira horror, de az is nem. Jó. Akkor ugye az 1984, csak hogy hatodjára is előjöjjön. Az UFO-s, mindent feldolgozott, egy-egy évad, egy-egy sztori. Kivéve a 10. az két sztori. Az American Horror Stories pedig ott már ilyen rövidebb 40 perces történetek vannak, egy vagy két részesek ezek, de nagyon jó. A Dahmer kibeszélőben is előjött, de hát tényleg eléggé lefed minden horror témát, mint ahogy a címe is sugallja, az igen, American. Tehát amiben benne van, hogy horror, az... Tehát nem egy Disney. Nem, tehát az American Horror Story-ban nem kapcsolódnak az évadok egymáshoz, színészek játszanak benne ugyanazok a színészek, ugye Evan Peters is ott igen. Lett ismert, nagyon sok színész visszatér, de vannak benne ilyen sztárszínészek, akik mondjuk Lady Gaga csak a 4. évadban van benne, de teljesen más karakterben, nincs alapvetően nincs összefűződés, az apokalipszis évadban a boszorkányos évadból visszajönnek karakterek, igen. De az csak annyi. Tehát minden évad külön.
Egy-egy átkacsingatás ilyen szinten, de tényleg csak ilyen szinten, de ott is csak talán e között a két évad között, de egyébként ha, semmi. De ha nem látod, akkor sincs semmi egyébként. Tehát hogyha kiválasztasz egy random évadot, tök mindegy, hogy melyeket, és azt megnézed, nem kell hozzá ez a hatodik többi. Évad tetszik még nagyon, úgy de beteg volt az. Az meg? Amikor az ketté van bontva, de ugyanaz a sztori, csak a hatodik évadban lévő sztorinak a feldolgozásának, a sztori feldolgozásának a feldolgozása a második fele. Amikor ez a középkori téma, tudod, a gyilkosok, a fáklyák, meg izé, most meg nem mondom, hogy mi volt a címe, és akkor, mikor jön egy stáb, hogy feldolgozza azt, az a második fele, és ott is előfordulnak ezek a szellemjárások. Pedig azt meg együtt néztük szerintem. Nem, akkor nem tudom, ez a címa, ami arra van írva, a Ronaoke. Rohanok-e. Egyébként az nagyon jó az az évad, nekem az nagyon tetszett. Nagyon tetszett a kultuszos, az egy kicsit ez a Charles Manson, aki szintén sorozatgyilkos volt. Hogy tudsz egy ilyen kultuszt magad köré kialakítani, hogy csekkintesz egyet és mennek ölni az embereit, ugye hát ez a Charles Manson vonal ez volt. Az is nagyon jó, bár az annyira nem horror. Nagyon tényleg egy zseni. Tehát ez a sorozat az nagyon ott van, Zsolti. Jó, nekem az első évvel ez a gyilkosház, nekem eleve ezek a gyilkosházas, démonos témák nem tetszenek. Ez viszont visszaköszön az American Horror Stories első évadával ez a gyilkosházat. Meg van egy olyan része, ahol az összes American Horror Story nagy karaktert előszedik. Igen. De ha nem láttad, akkor se baj. Egyébként mondom, érdemes megnézni. Mink van még? Even Peters egyébként majdnem minden évadban benne is van talán. Az American Horror Stories-ban már nem szedik elő, ott már nem játszik benne. Ott is van egy-két színész, aki vissza-vissza jön, de mondom, ez tetszik benne, hogy mindenki mást játszik egy másik évadban. Ugye először volt még benne Jennifer, vagy a King Kongos nő, a 78-as King Kongban kijátszott, Jessica Lange. Igen. Ő is benne volt a stádiumban. Bocsánat, eszembe jött a Jude Law, de nem. Az egy jó nő. Nem mertem rátenni, mert nem voltam. Pedig az egy jó csaj, Jude Law. Nem voltam biztos benne, hogy rágondolsz. Az egy klasszikus jó nő, tényleg. Szóval, igen. Sorozatgyilkosok. Még gondolkozok, pörgetem az agyam. A Hannibálokat, láncfűrészeseket, azokat ugye említettük átkozottul. Hát figyelj, szerintem... Hát a Pszichó, igen, az Amerika Pszichó is a Zodiákus, ugye az is egy nagy film. A Halloween sorozat, amit mondom, próbálom magam rászánni. Szóval az is biztos, hogy nagyon baszó, de nagyon sok ilyen van, és amit beszéltünk a múltkor Petivel egyébként, de érdemes ezen is egy kicsit elgondolkozni, hogy mit okoznak ezek a sorozatok. Tehát, hogy a múltkor beszéltük, hogy nem fordulhat elő a világban az, hogy valaki csak simán pszichopata, és pont egy ilyen sorozat, akár az a Jeffrey Dahmer-es sorozat, ami azért eléggé belenyúl, nem az billenti át azon a ponton, hogy kipróbálja ezt. Nem termelünk ezzel sorozatgyilkosokat, hogy sorozatgyilkosok a sorozatokat pusolunk ennyire. Igen. Ezt ugye a múltkor felvetettük. Ahogy... Igen. Hetediket nem tudom, említettétek-e már. Obszidon, aki úgy tesz, mintha itt lenne. Igen. De csak azért van itt, hogy belénk csak sön. Kötekedni járom, úgy, de az az érzésem. Obszi, idéztem a filmből szó szerint. Konkrétan Peti a fél filmet itt szó szerint lenyomta az előbb. Amerikai pszichó úgy de várjál, az lehet azt akarja megint egyébként opció, hogy kezdjünk el a hetedikről újra beszélni, mert vagy meg, lemaradt róla, és belénk áll, hogy már most mondtál. Igen, itt csak 140-200-re hallunk róla. És igazából már tényleg köcsögök vagyunk. Az amerikai pszichó, ugye ez a Christian Bale film, na az nekem nagyon nem tetszett. Én azt nem tudtam hova tenni azt a filmet, de hát a regény sem nagyon lehet hova tenni, amiből készült. Én elkezdtem nézni, nem bírtam. Nekem végtelenulalmas, egy nagyon művész, nagyon nem tudom mi akart az lenni. Én belaludtam. Pedig az egy nagyon elismert, nagyon olyan film. Jó, hát vannak ilyenek, tehát most nyilván nem éri el az inger küszöböt. Tehát nekem is van egy csomó olyan film, amit mondjuk kikapcsoltam, vagy elkezdtük nézni, és belaludtam, és majd a végén keltem fel. Ilyen volt ez a... mi az a 4 órás okádék? És nem a Gyűrűk urára gondolok. Az Perry. Úgy mondom, igen. 4 órás okádék. De gyorsan akartam mondani, ilyen szuperhősös volt ez a... Tudom, amit én meg nem is néztem meg mai napig sem, mert egyszer elaludtam igen, rajta. Igen, egy olyan harisnya volt a fején, ami Dr. Manhattan-es? Lehet. A sorozat is van belőle. Van. Az Watchmen. Igen, az óraember. Az órásmester. Az órás. Na, tehát az...
És vagyok így filmekkel, hogy ezt is, hogy egyszerűen nem bírom még megnézni, és istenítik, szeretik kurva sokan, meg örülnek neki, meg jó, de jó, van, tök jó, én is örülök neki, van, csak leszarom. Na, nekem az mert szar. Igen. És ugyanígy vagyok, bocsáss meg Tommy, dugd be a füledet, ha most ezt hallgatod, de Tom Cruise összes filmjéből is pontosan ugyanígy vagyok, hogy... Első ember kivétel nem, nekem. Én nekem az sem. Even, de az meg Dustin. Evan Peters vagy Evan Peters, már múltkor azon is felmakadtunk, hogy kell kiejteni. Evan Peters. Eddig csak az X-Menben láttam, de eddig de klassz színész, hát ugye ott higany. Quicksilver karaktere volt. Nagyon vicces volt, nagyon aranyos volt, bár ott nyilván színészként annyira nem tudott. De, ott inkább ilyen bolond. De, hogy tök jó hoztam, hogy simán csak hát ott nyilván ott egy bolond, ott egy kis dilis, kis izé. Az American Horror Story azért sok karaktert megjelenít, azt tetszik, hogy ott a gonosz is, normális is, áldozat is, tehát tudtam mutatni ezt a sokszínűséget, viszont, amit mondtam a múltkori adásban, Obsidian esetleg nem hallottad volna most így 44-ére mondom, hogy nekem abszolút feljött a legjobb színész kategóriába. Abszolút. Ezzel a Jeffrey Dahmeres témával. Én elhittem neki, hogy befosnék tőle. Indokolatlanul kevésszer jön elő egyébként az ő neve, nem? Hát még most igen, de szerintem most ezzel beírta magát, és egyébként imádom, hogy cikkek jelennek meg, hogy annyira zseniálisan hozzá, az közben Hollywood egyik legaranyosabb színész, akit a legjobban imádnak, mert egyébként egy kenyérre lehet kedve gyereket. Ő még ilyen, meg a, ő viszont tényleg leszbi. Merize is leszbi, MMP vagy Ében Péters. Ah, úgy tudom, a csajokat szereti. akkor én is leszbi vagyok, bocsánat. Sőt, én is. Nem, a szintén American Horror Story-ban nem fog eszembe jutni a egyébként a csaj. Aha, igen. Aki igen, egyébként számomra megdöbbentő módon a képpasi meg egy kicsiből az öreg jányjal van még mai napig. Aha, is. Ja. Evelyn. A pokolból Johnny Depp, ugye az meg a hasfelmetsző sztori volt. Sarah, igen. Biztos van vezeték neve is, csak a sőt most eszembe. Connor. Highland. Nem, az más. Az meg a... Tudom, melyik... Az új rémrendes családban. Sarah Paulson. Aha. És ő egyébként volt ez a... Hát ő is majdnem minden évadban volt. Aha. És az Ellen DeGeneres-nek volt ez a late night show-ja, vagy valamilyen ilyen talk show-ja. Hát és ő amúgy is leszbikus, tehát ő amúgy is nyomta ezt a virányt. Nem ezen az apropón lett meghívva tulajdonképpen, de egy csomó olyan videója van. Voltak összefüggések. Ez legalábbis szerette volna, hogy legyen. Igen. És ő ilyen ijeszgetés. Tehát maga az Ellen DeGeneres, és csinált ilyen videókat róla, és össze vannak várva, kurva jók, hogy halál ijeszti az összes vendégét. És ugye ő az, aki arról beszél a Sarah Paulson, hogy ő egyébként annak ellenére, hogy ebbe a filmbe játszott, és ő rettenetesen ijedős, és rettenetesen félős. Ilyen szorú filmbe játszott. Igen, és hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat röhögtek, és nagyon kellett figyelni rá, hogy ne ijedjen meg. Tehát tudta, hogy milyen, de akkor is megijedt, és hogy nagyon sokszor cseszte így el miatt, és erre mi történt? Tehát nyilván kiugrott valaki egyébként a mellette lévő ilyen kis dobozból, és hát szerencsétlen az asztalábújva így remegett, mint az őrül, de kurva jó, de nagyon imádom azt a nőt is amúgy. Tudom, amikor megtudtam, hogy ezzel az öreg jányjal van. Ja, de az még hagyján, hogy tehát azon nem lepődtem meg annyira, mint az öreg jányom, hogy az is az. Hát ugye, ő azért oda rakta, hogy egy ilyen pipit oda nyomott, vagy én nem értek hozzá. Na mindegy, ő is nagyon jó egyébként, tényleg. Talán ő játszik a Rana, a húsba, ő játsza a gonosz anyát is. A kerekesszékes csaj, igen. Abba is, hát azért észrevehet, hogy az American Horror Story-nak a színészei azért kitermelődtek Hollywoodba a tehetségesebbjei. Abszolút. Tehát sőt, hát ugye kaptuk Jessica Lange, ugye már egy legenda volt, úgy került be. Azért Lady Gaga is ott tudott megmutatkozni először, inkább nagyobb változ, úgymond, szerintem ő nem volt még annyira filmszerepbe előtte. Biztos meg volt. Ugye a hoteles évadban. Azért utána végül is csak egy Oscar-díjat zseberben, nyilván nem a színészi játékája, de a zeneért mindenképpen. Biztos, hogy nagyon sok jó színész fog még onnan kitermelődni, meg mondom, szerintem Evan Petersnek nagyon nagy karrier áll. Egyébként ott a kis, nagyon fiatal még, nagyon tejfős. Lány éves van. Nem sok. Nem tudok nekem mondani. Kevesebb, mint én. De szerintem még nálad is. Viszont egész valószínű. Hát figyelj, hogyha azt nézed, Jeffrey Dahmer ugye 34 évesen hal meg, 31 évesen került börtönbe, tehát kb. Az a, egyébként szerintem ő is kb. Az az élet. Kor? 87-es? Aha, 35 éves. Hát azért olyan 30-as. Hát elmondanám, hogy akkor idősebb, mint én vagyok. Hát jó, most nálad igen, nálam kevésbé. Mondjuk nem sokkal, mert ő 87 januári. Na. Szóval nagy karrier áll a srác előtt, én úgy gondolom.
Meglátjuk. Na hát, sorozat gyilkosos témákban, még ha van valakinek ötlete, még egy ilyen 5 percig szerintem még engedjük a chatnek ezt a lehetőséget. De mindenképpen utolja jutott eszembe az is, meg rázó film, ezt nem tudom mi az, Zsolti, segíts már. Utolja. Utolja. Azt nem is hallottam, vagy azt elsiklottam felette. Esküszön, szeretem a megrázó filmeket. Csináljunk már egy olyan adást, az egy 2018-as film. Érdekes. Tűnik, ez is ilyen... Ilyen viszonylag ismeretlenebb számomra ismeretlen színészekkel. De ez ilyen, ez is sorozatgyilkosos témát ölel fel, vagy ez valamilyen thriller-szerűség, Zsolti? Norvég drámafilm. Ilyen skandináv, az már biztató. Nekem ott nagyon-nagyon jó helyeket. Nyári tábori mészárláson alakul. Péntek 13 modern változat. 3,6 millió USD bevétellel. Zenéjét szerezte Wolfgang Plagge. Akkor nagyon. Hallod? Az a Wolfgang Amadeusnak biztos valami rokona. Rokonja. Unokölcsie. Na, ez viszont egy érdekes. Zsolti, dobálj egy jó címeket. Köszönöm szépen tényleg mindenképpen. Igen, az. Zsolti komolyan vett a házi feladat felszólítást. tessék mondani. Utolja július 22. Az július 22, azt hiszem megjelenés dátuma, nem ez benne ez nem a film. Cím. Csak hát utolja július 22. Mondom, biztos akkor mutatták be a mozikba. Köszöntök mindenkit a Filmes Podcast csatornán. Még egyszer mondom, nem szok csatorna, jó? Most megint muszáj kihangsúlyoznom, mert majd jönnek a kommentek, hogy azért nem készültök fel. Ezt a részt, ezt kivágjuk. Tehát, csapó. Jó. Na, hát most már ugye a sorozatgyilkos témát akkor egy kicsit úgy lefettük. Jövő héten lesz az 50. podcast adásunk ebben a felállásban, ahogy csináljuk a srácok, illetve ez sem egészen igaz, mert hogy már a Kooperatók utolsó egy-két adását is így csináltuk, de amióta átneveztük hivatalosan a csatornát, azóta az 50. összességében meg már a 78. Hát az 50. Kooperatív... Sunny Wilson podcast, igen. A Kooperatókból 38 darab volt. Igen, tehát az 50. Sunny Wilson-os adás fog következni. Ezokból én nem tudom még egyenlőre, hogy mit fogunk kitalálni, az biztos, hogy az a terv, minden, hogy mind, igen, tehát hogy mind a hárman legyünk itt első körben, és akkor ugye a régi setup-pal és a régi felállással jönnénk, hogyha minden jól megy, hogyha addig nyilván... Azzal csak én szívem, senki... nem foglalkozhatok, mert ha adszol annyi idő összerakni, de megoldom. Magasról leszarjuk, legyen kész, meg a kávé is gőzölögjön, mire megjövünk Pepével. Meglátjuk egyébként, hogy fog sikerülni. Remélem, hogy addigra semmelyikünk nem betegedik meg, és ugye hát nyilván akkor muszájuk vagyunk. Nyilván akkor csúsztatni, vagy az 51. későbbi, vagy előrehozottan a 40, nem tudom. Megcsereljük. És jövő héten ezzel jövünk az 50. Szerintem ez egy izgalmas dolog lesz, és még én egyébként tervezek valami kis csavart is beletenni ebbe az egészbe, de ezt még neked sem fogom megmondani. Na hát, kíváncsian várom. Ott lehet, hogy talán elengedjük egy kicsit jobban az időt, ha a srácoknak, és lehet, hogy másfél óráig kiengedjük. Most lehet egy óra, 5 perc. Nem azt mondom, hogy 3 órára, de azért lehet, hogy egy kicsit elbohóckodunk, ha természetesen a csetre is tudtok jönni, és tudtok velünk tartani, mert nyilván, ha nem, akkor mi magunknak el vagyunk, de azt meglátjuk. Tehát minden, ami 50, ilyen 50 éves színészek, filmek, amiben benne van az 50, vagy egyéb, minden, amit rá lehet húzni az 50-re, és várjuk is majd a tippeket. 2 hét múlva jövünk szerintem a Black Adam. Addigra már meg tudjuk nézni, talán legalább 2 a 3-ból, vagy valami. Mert ugye a 20-án premier a Black Adam, ugye ez egy nagyon várt film a DC univerzumában, egy Dwayne Johnson által alakított anti-szuperhős. Nagyon várjuk, hogy szerintem ez egy adást meg fog élni, és utána pedig jön a Halloween lassan, ugye megint egy ilyen horroros, vagy konkrétan a Halloween filmről, vagy egyáltalán a Halloween-nak a kultuszáról hát tudunk egy kicsit. A tavalyit levetítjük. Reagálunk a tavalyi Halloween-esre. Tehát erre hogy nagyjából be vagyunk táblázva. Még mindig ugye ott van a Cinemaraton adás, meg tudtok nézni, hogyha az októberi mozi kínálat érdekel benneteket, illetve szerdán volt nekünk egy adásunk, ugye. Egy hasonló útra hangunk. Ami a Remény rabjai című filmet elemezte ki, ez a klasszikus, ez a második, ez is fenn van a csatornán, és hát a videóklipet ne felejtsétek el továbbra se, nézzétek, írjatok alá mindent, ami a véleményetek, egy lájkot vagy egy diszlájkot, és ha megosztjátok és megmutatjátok minél több embernek, hogy hát, ha még tudunk belőle egy kis trendet is csinálni, akár a TikTokon, akkor azt nagyon megköszönjük,
hiszen szerelmem irántad végtelen, mióta ismerlek, stabil a székletem, ahogy a költő mondja a dalban. Mire gondolt ott a költő? Hát nem tudom, azt sem tudom, hogy hol jön. Hát valószínűleg az árnyék székletem. Zavarkoz az agyam, igen, nagyon. Szóval tényleg megköszönjük, ha segítettek egy kicsit ennek a terjesztésében. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, illetve hogy most utólag megnézted itt a YouTube-on az adást, vagy meghallgattad meg a podcasten, tudom, így van, azt meg kell mondani. Pontosan, meg nagyon szépen köszönjük ezeket a filmcímeket, így van, meg ezt a rengeteg kommentet gyakorlatilag, ami jött, mert én még mindig azt gondolom, hogy ettől tud egy picit színesebb lenni, és ugye azért nem is felvételről megy az egész, tehát azért vagyunk élőben a YouTube-on, hogy legyen interakció, tehát hogy tudjunk egymással kommunikálni. Obszidonnak mondanám, jövő héten az 1984-ről szeretnénk majd beszélni még egy picit, mert ma nem volt elég 81-jára is. De tényleg köszönjük neked is ezeket a csípős megjegyzéseket egyébként. Tényleg nagyon régóta velünk van, és tényleg nagyon köszönjük. És köszönjük is, szépen, volt, és zseniális, illetve csáó. Nyilván Zsoltinak is, Olivernek is, és nem akarok kérni senkit, de mindenkinek, aki itt van velünk hétről hétre, és mindenkinek, aki megnéz minket, és főleg aki megosztja, és feliratkozik, és megkéri a többieket, és iratkozzanak, mert már nem sok kell az 1000-hez, csak még mindig ugyanannyi, mint 100 évvel ezelőtt, és akkor egy kicsit tudunk tovább lépni minden egészségedre, és köszönöm Petinek is, hogy Pepe helyett így el tudott ismét jönni, és Pepének még mindig jobbulást, illetve a családnak, amelyik aktuális a történet. Ha még élnek! Erre céloztam, csak azt mondta, hogy már jobban vannak. Hát úgy is lehet. Úgy igen. Köhög még nem, már jobban van. Pepe túlval az életveszély. Hogy vannak rá, mert túlval az életveszély. Nem, beszéltünk ma vele is. Még akkor de várjál már, mert csak írásban. Hogy csak írásban. Az bárki lehetett, bárki tudott. Az AI. Na, jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és szép hetet nektek. Jövő héten akkor érkezünk az 50. adással. Tartsatok velünk minél többen, hogy csináljunk egy jó kis félszázados jubileumot itt a Sunnyverzum csatornáján, és ennyi. Imádunk benneteket, szeretünk benneteket. Szép estét nektek. Sziasztok! Csáááá!